Sziasztok, Fid vagyok, és ez itt a Vészettek Mantis 10 Pro vezérlősítése videó. Volt már róla kint felvétel, mikor kibeleztem őket, és most tettem ki egy videót, hogy hogyan kell bekötni a Mantis Pro vezérlőket. Az egészben a legnehezebb. Tényleg az volt, hogy ezt a két lukat eltalálni, ugye négy van neki, két lukat eltalálni, hogy le tudjam fogatni, Át, átmásoltam az aját egy papírra, átrajzoltam, aztán majdnem tökéletes lett, és akkor alulról két kis csavar fogja. Meglátjuk, hogy hogy bírják. Nem lenne egy hosszú videó, és igazából most azt, hogy lefűzögetem itt a főkábeleket, mert lényegi részben nem fog változni a roller, csak annyi, hogy más vezérlőt kap, mert a gyária elföl nem nagyon lehet mit magyarázni. Meglátjuk, hogy hogy fogják ezek a kis vezérlők bírni. Igazából 1400 watt per motor van a rollerben, bőven el kéne bírnia, és végül is az is hazugság, mert mindegyik motor annyi vattos, amennyivel küldöd, max nem bírja a kábel vagy a tekercs benne, úgyhogy tök fölösleges számokat nézni, mert például van egy Kugó g booster és rá két 40 amperes vezérlőt, és kiforog 60-nál is a motor. Az a lényeg, hogy mondjuk ennek a bal hátuljában nem kaptam meg a szerviztől a lettartót, majd ők berakják, meg nincs itt van szilikonom, és a vezérlők alá be kellene kenni. De hát nincs, most meg nincsen nyitva semmi, és még egy olyan dolog, hogy a vészetnek hát elég prosztó, de műanyag a taposója, és itt van keresztbe a gyári vezérlője, de sajnos úgy van kitalálva, hogy ez föltámasztja a taposót, és nekem mindenki kéne találnom valamit. Aztán a másikat már kipróbáltam, csak felszedtem a vezérlőt, hogy le tudjam furkálni, ezt a volt rakva széken, tökéletesen működik. Most jelenleg úgy van megcsinálva, hogy ha bekapcsolod az összes LED megy, azokat is kicseréltem normálisra, ledre, mert nem volt az Ultimate Service-be lámpakapcsoló, de hol vagy? Itt van a három szál, az bármikor be lehet csatizni, és akkor be kell toldani a 12 voltos konverter elé, mert csatlakozó, csak lehúzod, azt is mutattam. A Mantis vezérlős videóba, és Mindjárt összedobom, megnézem, hogy minden jó-e, utána beszámolok avval, hogy milyen lett, és hogy változott-e az ereje, de hát mondjuk ez kétszer 27, a gyári meg kétszer 30-35-nek van írva, meglátjuk, lényeges különbség igazából nem lesz rajta. Egyedül annyi probléma lehet, hogy érvékhüvely volt a motorokon, nagyon helyesen, ritka az olyan roller, és én átforrasztottam bullet csatlakozóra, ugye nem ez az ellenpárja a vezérlőn lévő csatlakozónak, de belemegy. Hát ez a motorokon használt index lámpa csatlakozó amúgy is el szokott porladni legtöbbször, főleg hegynek fölfelé, majd néha rá kell nézni, hogy mennyire melegedett vagy melegszik-e egyáltalán, de ha átforrasztom a bullet csatlakozó másik felét a vezérlőre, akkor hogyha bármi van, vagy kell másik vezérlő, akkor ugyanúgy forrasztgatni kell, így meg plug and play az egész, és semmi nem változott a vezérlőn magám. Na akkor rakjunk ebbe is haksit, mert a másik kész. Elkészültek, tényleg csak annyi maradt, hogy majd a szervizben hővezető pasztázni kell a vezérlő kaját, meg itt újra kinyomni szilikonnal, ahol bemennek a kábelek. Én meg vagyok vele elégedve, én azt mondom, hogy pont jó lett az ereje, így is kiforgatja egy kicsit az első kerekét indulásnál, hogyha maxra van állítva a vezérlő, de én azt mondom, hogy tényleg pont most jó. Az, hogy kicsit gyengébbnek érzem, lehet az is, hogy legalább két hónapja nem voltak töltve, és már két nap után, ha feltöltve elteszed a rollert, érezhetően többet esik a fesz. Nem kellett alátámasztani, eléggé vastag a műanyag taposó, de hát így is úgy is el fog repedni. Itt a csavaroknál nagyon érzéssel kell meghúzni. Hát olyan hülyén csinálták, hogy folyamatosan feszíti a műanyagot a csavar, és ugye még a te is, amikor egy picit orpad alatt a taposó, akkor itt feszül. Hát ezt úgy lehetne kiküszöbölni, hogy rendes alátéteket, amit szoktunk föltenni, azokat az alukarikákat kéne a csavar alá tenni, mert akkor nyomná és nem pedig feszíteni, feszíteni szét. A műanyagot én azt mondom, hogy jól sikerült a műtét, de majd ugye a napsütéses 70 fokos aszfalt eldönti, hogy túlélik-e. A vezérlők azt mindenképp el kell mondanom, hogy két motoros rollert nem használunk egy motorral, mivel az egy motoros roller sem használod két motorral. Ekkora dögöknél, meg ráadásul fölöslegesen kínzod a motort is, és a vezérlőt is. Azért van két motor, hogy két motorral menj, ha nagyon rángat, akkor vissza lehet venni az erejét, plusz még ott van az eko gomb. Köszönöm, hogy megnéztétek! Fid voltam!